Nagyon nagy szeretettel üdvözlök benneteket, Földmin vagyok, és a mai videóban ideje, hogy teljes mértékben leláncsuk erről az egészről a leplet. Visszatérünk a bi esetre és YG jelenlegi esetére. Többen írtátok a BI-os videó alá, hogy az egész nem teljesen igaz, ugyanis BI nem használ drogokat, és ő maga mondott fel. Nos, tényleg jobban utána jártam az egésznek, bár nem mintha a biályos esetnek nem jártam volna annyira, és rájöttem, hogy valóban vannak eltérések bizonyos bejegyzésekben, bizonyos hírekben, és az, hogy tényleg nem a YG dobta ki bi az tényleg tény, és elismerem. Írtam is egy rögzített kommentet a videó alá, hogy ha esetleg valaki végignézte, akkor lássa, hogy valóban tényleg nem őt ki. Azzal kapcsolatban viszont, hogy valóban használta-e a szert vagy sem, nos, e, arról fog szólni igazán jobban ez a videó, és tulajdonképpen YG papáról is, hogy miért is mondott fel, és mi is történt a háttérben. Kezdjük el! Meg annyit te mérdek, te mérdek, át kellett nézzek az egészről hogy fel lehessen az ügyet. Nagyon gyanús volt már elve BI-nak is az egész története, hogy hogy is van az, hogy igazából rendőrség, kinyilatkoztat egy ilyen hírt, hogy valakinek drogbotránya van? Nem, a rendőrségét nem szokott tenni, hogy ő szibároktatja ki. Valakinek kellett eljárjon a szája. Az a valaki nem más volt, mint Han Sohi. Vissza kell menjünk egy kicsit az időben, mikor és hogyan is történt ez az egész, és mit is állít ez a lány tulajdonképpen BI-ról, és mit is állít tulajdonképpen az egész lemezkiadóról. Írtam is róla egy <laughs> jó kis, kis bejegyzéseket, szóval ne haragudjatok, ha egy kicsit puskázni fogok, de rengeteg az információ, és tényleg e, nem szeretnék valamit félremondani, éppen ezért le is írtam az én kis jegyzetembe, szóval bármikor olyan van, akkor csak simán ránézek, hogy tudjam, hogy miről is van szó. Szóval. Kezdjük az egészet június 12-én, bár június 12-én posztolta ki BI az, hogy bocsátot kér a rajongóitól, és hogy elhagyja az egész lemezkiadót. Nos és ugyebár elmondásában benne volt az is, hogy ő csak ki akarta próbálni, de nem próbálta ki valami a szereket, és tulajdonképpen ez volt június 12-én. Utána néztem, hogy mi alapján is robbant ki ez az egész, hogy kinek a hatására, ki volt a bűnös. A Dispatch adott ki igazából erről egy közleményt, ami szerint 2016 áprilisában néhány chat nyilvánosságra került, Amiben azt láthatjuk, hogy BI és egy bizonyos személy drogokról beszélnek, drogok árusításáról és használatáról, innentől keveredett az egészből gyanúba. Na már most június 13-án ki is derült, hogy ki volt ez a titokzatos személy, akivel BI beszélgetett a cseten 2016-ban, és kiderült a személy azonossága is, aki nem más, mint Háncsóhí. Bizonyám ez a lány, és ki volt az, aki a nyilvánosságra ezt az egészet? Han Ő maga dobta fel mondjuk B.I.-t, vagy ő maga hozta nyilvánosságra ezeket a híreket, és emiatt került új napvilágra ez az egész botrány. Emiatt mondott fel B.I. is, tulajdonképpen mert úgy nem akart ugye bár nagyobb problémákkal szemben nézni, nem akart tényleg a plegykákat és a többi, ami róla szóljanak ezáltal a botrány által. Úgy, mint Szüngri esetében is ugye bár. Mindezt ez a Hansoi meg is fejeli azzal, hogy 10. Eh, június 14-én kiad egy interjút, amiben elmondja az egész történetet, szerint eh, tényleg 2016 áprilisában ő el is mondja állít azt, hogy bi lsd -tek. Szóval, most nem kell azt mondani, hogy teljes mértékben ennek a lánynak igaza van, vagy csak az igazat állítja, de az ő állítása szerint ez az egész megtörtént. Ezt követően, 2016. júniusában a Winderes Szünkhon felkereste a lányt, tulajdonképpen felhívta, és elmondta neki, hogy ő tudja, hogy BI-nak a drogtesztje pozitív lett. Igazából drogtesztet a YG-ban és a legtöbb lemezkiadóban szinte két havonta, havonta, fél évente, ez most lemezkiadó függő, végeznek a sztárokon, hogy tudják, hogy milyen állapotban is vannak. Ez nem csak azt tükrözi, hogy valójában drogfüggők-e vagy sem, hanem azt is, hogy milyen lelki állapotban vannak, és tényleg tudják a lemezkiadók is, hogyha valaki droghoz folyamodik, az nem a véletlen műve, és onnantól kezdve többet kell vele foglalkozni. Pozitív lett BI-nak a drogtesztje, amit mondott szünkhon, a, a winneres szünkhon, és tudta, hogy a lánynak a keze van a dologban, és szeretett volna a lányjal négy köz beszélni. Húha! Na már most, a lány el is ment a megbeszélt időpontra, de viszont a megbeszélt helyen nem csupán ketten voltak, hanem hárman. Ott volt a yg az egyik vezető vezérigazgatója, akit közölte a lányjal, hogy a biályos drogeset titok és titok is fog maradni. Nem fogják a nyilvánosságra hozni, és hogyha bármi is a nyilvánosságra kerül az ügydel kapcsolatban, egyből tudni fogják, hogy a lány volt az, aki köpött, vagy a lány volt az, aki elárulta a titkot. Na már most igazából majdnem ennyivel is maradhatott volna az egész eset, a lány felfogta ezt a dolgot, nem akart BI-nak se tulajdonképpen rosszat, vagy igen, igazából valószínűleg nem, mert akkor egyből feldobhatta volna. 2016. augusztus 22 a lány lebukik drogfogyasztás miatt. Ez a lány, ez nagyon benne van az életben, ez, ez ugyanis ez az eset nem más, mint a T.O.P. is marihuannás eset. Bizonyám, T.O.P. nagy botrányáról lehet, hogy korábban csak annyit hallottunk, hogy drog, drogbotrányba keveredett egy trénivel, egy YG-s trénivel, és az a YG-s tréni nem más volt, mint Han Ez a lány... Hihetetlen ez a lány amúgy. Hogy tudod... Ő volt ott a kis díler az egész lemezkiadónál, vagy az egyik díler, vagy, vagy nem tudom, de ez a lány, ez, ez, ez valami nagyon nagy problémákba keveredett. A rendőrség ki is hallgatja, rákérdez a rendőrség biájra is, és a lány szépen elmondja, hogy igen, ő is benne van, ő is fogyasztott drogot. Na már most, 2016. júniusában pont ezt beszélték meg vele, hogy ne mondjon el semmit, erre fel ez a lány az első lebukásánál beköp mindenkit ebből probléma lesz, gondolhatnánk. Hát már augusztus 23-án YG Papi be is hivatja őt az irodájába, elveteti vele a telefonját, hogy ne tudjon semmit felvenni, vagy semmit rögzíteni, és kezdődik egy kellemetlen beszélgetés. YG rákérdez, hogy mi minden mondott el a lány a rendőrségnek, a lány sejti, hogy mire megy ki az egész, és elmondja az egészet, elmondja azt is, hogy biáit is beköpte. Na már most YG papi ennek nem örül túlságosan, elmondja, hogy ő nem szereti, hogyha az ő ájdoljait bárki is rágalmazza, és elmondja, hogy tulajdonképpen az egész drogeset nem történt meg, és azt is elmondja, hogy igazából BI-nak az összes tesztje negatív lett, szóval nincs mit rábizonyítani. Mhm. Mm akkor miért volt a 2016. júniusos eset? Na de mindegy. Az összes negatív nincs mit rábizonyítani, és még azt is elárulta, hogy tudja, hogy elárulta, tulajdonképpen mert hozzáférése van a rendőr jelentésekhez. Ami viszont nagyon durva, mert hogy lehet egy lemezkiadónak hozzáférés a rendőri jelentésekhez? Nem is csoda, hogy egy napra rá, még mielőtt berobbanhatott volna a köztudatba, vagy még mielőtt bármi is kiderült volna, még mielőtt a rendőrség komolyabban nyomozni kezdhetett volna BI után, YG elébe ment a dolgoknak, és beszélt a lányjal, és nem csak pán ennyiről lesz szó, ugyanis elmondja YG azt is, hogy ugye bár tudja, hogy hát egy tréni, és szeretne idol lenni, szeretne híresség lenni, tudatja vele, hogy nagyon jól tudja, ugye, hogy ő aztán kell teljes mértékben keresztbe tudna tenni neki, és teljes mértékben ketté tudná törni a karrierét, hogy soha sehova ne vegyék fel, és semmit ne tudjon elérni az életben. Továbbá, mivel elmondta azt is, hogy BI-nak a tesztjei mind negatívak, és hogyha a lány bármilyen jelentést tesz, hogy bármit fog tenni ez, ez ügyben, és kiderül, hogy valóban rágalmazásról van szó, vagyis valóban minden teszt negatív volt, csak a lány megrágalmazta BI-t, ebben az esetben a lány ugyebár komoly jogi procedúrák elé fog nézni, akár börtön, stb. stb. is lehet majd az ő jussa a, a bejelentéséért. De vajji felajánlott neki egy barátságosabb megoldást is, ami nem más, mint hogy ad neki egy bizonyos pénzösszeget, hogyha a lány csendben marad ezek után. És tulajdonképpen a lány megijedt, és bele is ment a dologba, szóval a lány... ne felejtsétek, a lánynak az állításáról van szó. Szóval a lány azt mondta, hogy megijedt, hogy igazából ő bajba fog kerülni, és inkább elfogadta a pénzösszeget, és csendben maradt. A... A lány azt is elmondta, hogy csodák csodájára a rendőri jelentését követően semmilyen nyomozás nem indult meg bi jával kapcsolatban, ő azt gyanítja, hogy meg lett másítva a rendőri jelentés, másnap pedig YG papa kiadta a hivatalos uh, ugyebár jelentést a tiópis esetről, és BI nem volt egyáltalán megemlítve benne, és azóta se lett volna soha megemlítve. Na most, nagyon felháborító és nagyon botrányos ez az egész. Mindenről tudni kell azt, hogy ugyebár ezt az egészet a lány állította, a lány állítja, és tulajdonképpen ugyan erre az állítására, a június 14-i állításra YG Papa azt reagálta, hogy ez az egész nem igaz, valóban volt beszélgetés, valóban elvetette a telefonját, mert tényleg tartott őre, hogy fel akarja venni és fel akarja használni ellene, ami bármiről is lesz szó ugyanúgy elismerte, hogy elmondta, hogy negatív lett minden teszt és minden eredmény, és a YG papa állítása szerint csak arról beszélgettek el a lányról, hogy ne rágalmazza az idoljait, és így ő sem fog tulajdonképpen akkor a bajba kerülni. De ugyanakkor ugyanez a beszélgetés azt is eredményezte, hogy ugyebár a lányt elküldték a YG Entertainment-től, és innentől kezdve nem volt már tréni szó. Szóval akármit is választott, akár megkapta a pénzt, el kellett hagyja a lemezkiadót. Ez most nem a biájos eset, ez inkább a tiópi is nyilvánosságra hozott eset miatt volt. Az ő problémája miatt kellett a lánynak elhagyni a lemezkiadót. Szóval ugorjunk előre 2019 áprilisára, ugyebár javában megy a Burning Sun-os balhé, és Hanso Hi úgy dönt, hogy jelentést tesz. Koreában van kifejezetten egy olyan rendőri szervezet, ami nem is teljesen rendőri szervezet, mégis a rendőri szervezetnek a része, ahol az emberek anonim bejelentéseket tudnak tenni különböző dolgokról. Ezek a bejelentések általában valóban a nagyobb lemezkiadókat vagy nagyobb cégeket érintik, hogyha ilyen dolgokról van szó. Olyan dolgokról, amikről tényleg egy magánember nem sok mindent tud tenni, vagy ha egy magánember tenne lépéseket, akkor abból nagy botrány lenne, vagy eltaposná a lemezkiadó. Éppen ezért van egy ilyen hely, ahova bárki bármit be a elmondhat, vagy beadhat, persze, felelősséget kell vállalni az, 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 azért, amit ő ott mond, kivizsgálják az esetet, és ha nem találják igaznak, akkor a bejelentő szemét fogják elővenni, szóval nem lehet tényleg csak úgyni akárkit, akárhogy rágalmazni, de minden esetre létezik egy ilyen hely, ahol, hogyha az ember tényleg bizonyítékoknak a birtokában van, elmondhat dolgokat, és a rendőrség kinyomozza, vagy utána néz az egész dolognak. 2019 áprilisában Hansohi elment, hogy bejelentse, hogy a YG és a rendőrség valószínűleg kéz a kézben jár, vagy valószínűleg a YG meg, megvezeti a rendőrséget, vagy lefizeti, vagy stb. és stb. Éppen ezért nem halad annyira a burning számos eset is. Na már most, miután a lány megtette ezt a lépést, ugyebár e, júniusban, június 12-én viszont megmerte lépni azt a lépést is, hogy a dispatchnek elkezdjen beszélni. Bátorlányról van szó, kérdés tényleg az, hogy az igazat állítja, vagy tényleg a lemezkiadót szeretné szándékosan lejáratni, akár amiatt is, amiért a lemezkiadó kidobta őt a marihuanás eset viat. A marihuanás esetet igazából senki nem tagadja, ez tény és való, hogy a lányra is és tiópira is belebizonyítva, bizonyítva, és éppen emiatt a lánynak el is kellett hagynia a lemezkiadót. Vagyis, hogyha ezt a szemszögöt nézzük, a lány nem teljesen tiszta. Szóval biztosan nem tiszta, és a lány azzal el is ismeri, hogy a biájos esetben sem tiszta, mivel ő volt a másik fél, akivel az LSD-t úgymond használta, vagy terjesztette. Szóval ez a lányt nem is lehető tulajdonképpen hova tenni, egy megrögzött hazudozó, hogy valaki, aki az igazságért akar kiállni, szóval nem igazán lehet tudni, hogy most mi az egészben az igaz, ugyebár a yg tagadta, és tulajdonképpen Hansohi pedig azt mondta, hogy ő igenis a jövőben több interjút is fog adni, több mindent is el fog mondani, szóval lehet, hogy még lesznek itt még kacifántosabb dolgok is, mindenek előtt és mindenek mellett, miután Hansohi felbukkant, és ugyebár komolyabbra vett ezt a BI-os esetet is. Hanszolina kiderült az interjúra is, amiben ugye már elmondja a YG-ról ezt az egész dolgot. YG úgy dönt, hogy lemond. Nem lehet tudni pontosan, hogy Hanszolina miatt, vagy tényleg már az egész eset, miatt, ami kezdődött a Burning sun a stb. De úgy dönt, hogy lemond, és írt egy szép lemondó beszédet, amiknek a fordítását most fel is olvasnám. Elnézést kérek a rajongóktól, akik szeretik a YG Entertainment művészeit. Őszintén bocsánatot kérek munkatársainktól, vezetőktől, akik csendben tették a dolgokat, eddig és teszik majd ezután is a cégért. Rengeteg kitartás közepette. Türelemmel vártam, hogy a szégyentelen és megalázó hamis vádak elapadjanak. De nem tudom tovább folytatni. Ebben a helyzetben csak a saját művészeinket és rajongóknak ártok. Életem felét 23 évet szenteltem a YG-nak művészetek támogatása, a zene, a rajongók elégedettsége jelentette számomra a boldogságot. Azonban a mai napon lemondok a YG Entertainmentben betöltött minden pozíciómról és feladatomról. Őszintén remélem, hogy nem okozok több kárt a művészeknek. A YG jelenleg számos szakemberrel rendelkezik, akik többre képesek, mint én. Úgy vélem, hogy visszalépésem jó alkalmat teremt számukra, hogy teljes mértékben kihasználhassák a potenciáljukat, remélem a YG a lehető leggyorsabban stabilizálódik majd. Végül remélem, hogy a közelmúlt béli cikkek és a rossz indulatú igazsága jövőben vizsgálatok során feltáródik. Köszönöm, Yang Kyung Suk. A fordításért pedig köszönjük Márföldi Bélának. YG felmondását követően a testvére YG-nak is szintén felmondott, aki vezető igazgatói pozícióban volt a, a lemezkiadónál, mondván, ha bátya felmond, ő is felmond, hogy ne lehessen azt mondani, hogy továbbra is a yg még mindig a régi vezetők irányítják tulajdonképpen. YG tulajdonképpen még a felmondása után azt is elmondta, hogy ő azért lépett félre, mert úgy gondolta, hogy csak így képes megmenteni a lemezkiadót. Ő meg szeretné menteni a lemezkiadót, és tudja, hogy ahhoz, hogy megmentésék és tisztára tudják mosni a lemezkiadót, egy drasztikusan nagy változásra van benne szükség, és az a drasztikusan nagy változás akár az ő félrelépésük, bocsánat az ő lelépésük, vagy az ő visszamondásuk is akár az ára kell legyen annak, hogy az egész tisztára lehessen mosni, és tényleg a jövőben ne legyen továbbra is támadva a megmaradt, ugyebár uh, yg is előadók. Na már most tényleg nagyon kacifántos, nagyon bonyolult ez az egész eset. A rendőrség minden esetre annak ellenére is, hogy felmondott YG, kijelentette, hogy továbbra is nyomozni fognak a bi drogügyének a nyomán, szóval nem zárták le ezt az ügyet, nem hisznek viszont teljes mértékben hánszóhinnek sem. Most persze egy, egy vallomás alapján nem lehet mindent elhinni, de utána járnak is, kinyomozzák ezt az esetet, hogy valóban volt-e ott pozitív drogteszt vagy nem. Elég nehéz ezt, ezt kinyomozni, hogyha igaz volt, és a YG igazából megmásította az eredményeket. Tulajdonképpen, és, és azt is kijelentett a rendőrség, hogy nyomozni fog még továbbra is a YG és a rendőri megvesztegetés ügyében is, szóval lesznek itt még botrányok, és és rendőrségi esetek, szóval a YG Entertainment-nek majd új vezetője lesz, és valószínűleg teljesen meg fog az egész változni. Sokan arra gondolnak, hogy ez egy nagyon jó és nagyon pozitív dolog, a másik fél viszont ör nem örül, és tulajdonképpen azt látja, hogy azzal, hogy YG-t eltávolították onnan, ez nagyon kedvezett az SM-nek, a Big Hit-nek, és a JYP Entertainment-nek, és minden más lemezkiadónak, hogy egy nagy riválisukat el tudják távolítani, és hogy ők magasabbra tudjanak emelkedni. Na már most mindenféle összeesküvés elmélet is minden van itt. Szóval igazából hagyjuk az egészet csak annyiban, hogy valóban YG felmondott, BI esetét pedig még nyomozzák. Ez a Han Sohi nevű lány pedig ez a ex-tréni, szóval még sztársa volt soha életében, akkor a Rivalda kapott, mint szerintem azelőtt egyetlen más tréni sem, és ez a, ez a csaj tulajdonképpen, ha úgy vesszük, szinte megdöntötte, vagy megbuktatta a yg a rendszerét, hihetetlen, hogy mit ért el, és most tényleg az lesz a jövőben a kérdés, hogy val hogy, ezeket hazugság által, vagy tényleg az igazság kitárása által tudta elérni. Írjátok le véleményeteket ezzel a kapcsolatban a kommentben. Tudom, hogy most nagyon sokan felhúzták magukat, és nagyon sok mindenkit meglepett ez az, az egész dolog. Vegyünk egy mély levegőt, fújjuk ki, és tényleg próbáljuk meg minél kultúráltabban és minél átgondoltabban megírni a kommentjeinket, és ezáltal a kommentekben el tudunk beszélgetni az egész ügyről, mi is volt, hogy is volt, kinek mi a véleménye, és hogyha bármilyen fejleményt tudtok még ezen felül a top Pont, akkor nyugodtan el lehet azt is mondani. Majd esetleg készítek arról is egy videót, mikor minden egyes szállat elvarnak, hogy utána mi is történt így összességében. Gondolok itt most akár a Burning Sunról és az egész YG-s dologról, hogy végeredményben mi is lett az eredménye, de addig, amíg a rendőrség is nyomoz az ügyben, addig nem akarok úgy teljes mértékben belemenni és vádaskodni, hogy kinek volt igaz, akinek nem. Szóval majd, hogyha tényleg minden szál elvarródik, majd akkor lesz egy nagy összefoglaló videó, is abban az elejétől a végéig minden benne lesz. Ha nem szeretnétek lemaradni további hírekről, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjatok egy like gombot, én pedig hamarosan jövök nektek a következő videókkal, főadni voltam, legyen nagyon-nagyon szép napotok, és hallgassatok minél több kápopot. Sziasztok!